A megyei önkormányzat peren kívül próbált megegyezni az egészségügyi minisztériummal. Arra készültek, hogy egy szakértői vitában döntik el a további lépéseket, az ágyszám visszaállítását, dolgozók felvételét. Ezt a jó szándékot elutasította a miniszter úr, nem kívánt semmilyen módon ebben egyeztetni, hanem azt mondta, hogy tulajdonképpen őt nem érdekli a legfelsőbb bíróság mit döntött, ő nem kíván ehhez segítséget nyújtani, ezért nem marad más hátra számunkra, mint további jogi eljárási előkészületeket teszünk. A megyegyűlés elnöke hisz abban, hogy Magyarországon még egy miniszter sem mondhatja azt, hogy a bíróság döntése ránézve nem kötelező érvényű. Felelős megyei vezetőként nekem nincs is más módom, hogy ha módon van, megegyezek az emberek érdekében, ha nem, akkor pedig a leghatározottabban jogi úton megpróbálunk 400 ezer ember egészsége érdekében lépni. A megegyezést az egészségügyi miniszter visszautasította, és mivel a jogi alapja megvan a megye igazának, így most meg kell vizsgálni, hogyan lehet a kormányt cselekvésre kényszeríteni a megyében élők egészségügyi ellátása érdekében.